Nagy szeretettel köszöntöm Eperés Károly Kossuth Díja színművészt, és akkor szeretném megkérni, hogy a Széchenyiből a Széchenyi című, hát mondjuk úgy performanszát tartsa meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a meghívást! Nagyon szép lett az iskola borotvány. Igen, mi akkor is többet tudtunk Széchenyiről, mint az átlag ember, mert itt jártunk. De amikor foglalkoztam a filmmel, akkor 2,5 évet kutattam. Ugyanis olyan erős volt a filmforgatókönyve, hogy azt gondoltam, hogy ez kevés. Úgy éreztem, amikor Bereményi Géza és Jan Togai megírták ezt a forgatókönyvet, az első, az egy 10 részes tévéfilmnek indult, olyan gazdag a Széchenyi mű, és ezt 10-szer írták át, hogy végül lett egy 2,5 órás anyag. Hát mit mondjak? Soha nem szoktam megijedni feladattól, de amikor először elolvastam pláne a még nagyobb forgatókönyvet, akkor megtöbbentem, hogy mi mindenről mi nem tudunk. Mi is, akik Széchenyit jobban ismerjük. Ennek van egy különös oka, hogy hát azért a 45 utáni idő az nem maradt nyomtalanul, és nem lehetett mindent tudni Széchenyiről. De nem csak a 45 utáni év. De más egyéb dolgok miatt is nem, olyanokat tudtam meg, hogy lehet, hogy jobb tanuló lettem volna még itt a Széchenyibe is, ha előbb megtudom ezeket, amiket megtudhattam róla. Ugye, kezdjük előről. Azt tanultuk mi is, itt is pedig remek tanárunk voltak, Poléci tanár úr, Törzsök tanár úr, vagy éppen Szalai Dénes tanár úr, akitől a becenevet kaptam, ő a Szamóca, utánozta a Pöcs tanár úr, szóval innen már ered a Szamóca név. De hát nem, ők se taníthattak meg mindent. Ugye azt tanultuk Széchenyiről, és ez hosszú időn keresztül bevett, hogy Széchenyi a legnagyobb magyar, bolond és öngyilkos. Most ez a három állítás nem igaz. Amikor kész volt a film, akkor készítettek velem egy riportot, és én ezt elmondtam. Nekem is estek, hogy képzelem én ezt el. Még maga a Tudományos Akadémia által is nagyon tisztelt elnöke, Kosári professzor, Domokos professzor oda nyilatkozott, hogy ez a tehetséges színész ahelyett, hogy történelmi filozófiával foglalkozna, jobb tenni, ha maradna a kaptafánál. És akkor rákérdeztek, hogy óhajtok én erre válaszolni. Mondtam neki, hogy hát ha a professzor úr nem sértődik meg, akkor nagyon szívesen válaszolok. És akkor azt nem mondom meg, melyik újság hozta le a hátsó oldalon, mert annyira frappánsra sikerült a válasz, hogy minden tiszteletem a professzorunknak, bizonyára többet tud a történelemről, mint én. Nagyon szépen köszönöm a titulust, az ember igyekszik, ugye tehetséges színész, de maradva a kaptafánál ugye nem bűn, hogy egy magyar színész egy történelmi személy megformálása kapcsán történelem filozófiával is foglalkozik. Hát kérem szépen, a három állítás közül egy is igaz. Azt kezdjük elő, hogy a legnagyobb magyar. Ezt talán tanultuk, vagy aki tudja, az sajnos ezt kiválták, ezt az egy mondatot, én könyörögtem, hogy ne vágjuk ki, mert ez népnevelő mondat, ezt ne vágjuk ki, de kivágták az időszűke miatt, körülbelül 1/4 órát vágtak ki a filmből, de ezért az egy mondat én nagyon küzdöttem, pedig bent volt. A Pozsonyi Országgyűlésen, mikor Széchenyit bízzák meg, hogy a csapatot vezesse Bécsbe, gőzhajóval mennek, és Széchenyi vezeti a csapatot, és Kossuth
fölkiabál a partról, hogy éljen gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar. Na most ezt nem hagyta ennyibe Széchenyi, azt mondta Széchenyi Kossuthnak, miért emel olyan polcra, ahol nem tarthatom magam. Tehát Széchenyi tudta, hogy volt, van és lesz a legnagyobb magyar Szent István. Ő a példaképe. Aki nem hiszi, az nézze meg a nagyszentki templomot, az volt vége. Most nem, ha majd érdekli önöket, akkor kételek rá, hogy mi volt a teljes végrendelete Döblingben. Az egyik az volt, hogy az újjáépülő, akkor nagyon rossz állapotban levő nagyszentki templomot bontsák le, és Ybl Miklós tervei alapján építsék föl. Tehát ő soha nem volt a templomban. A hídon sem állt át soha. Pedig azt is ő építette. Na, elég az hozzá, hogy az volt a kérése, hogy az újjáépülő nagyszentki templomnak a főoltárán az lesz, legyen, az is van, Szent István ajánlja föl a népet, és legyen odaírva az a jelmondat, ami Szent Istvánnak is a jelmondata. Ez Magyarország jelmondata. Nagyon küzdök érte, hogy az alaptörvény így kezdődjön. Jó lenne, ha így kezdődne. Ugye, mikor Szent István megkapta a koronát, akkor a római levélből ezt választotta Magyarország jelmondatának. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Eleink, ha háborúba mentek, akkor mindig így indultak. Legyen ez Doberdó, legyen ez Donkanyar, bárhol. Ha eleink háborúba mentek, mindig így indultak, ha Isten velünk, ki ellenünk. Tehát ez a mi jelmondatunk, ha Isten velünk, ki ellenünk. Egyetlen egy Széchenyinek a címerén nem lett ez a plusz mondat. Csak Széchenyi István. Tehát megnézhetik, ha bemenek a mauzoleumba Nagyszentken, egyetlen egy Széchenyinek nem egészült ki egy plusz mondattal a Széchenyi családi, szabad így mondanom, címere. Széchenyi Istvánnál kiegészült. Ez is kikötötte, hogy az legyen rájövő. Tehát az ő halotti értesítőjén is rajta van, hogy ha Isten velünk jelen, persze latin. Tehát most ezt tisztáztuk. Nem ő a legnagyobb magyar. Ugye az állítás legnagyobb magyar, bolond és öngyilkos. Na nézzük a bolondságot. Mikor a filmet bemutattuk, persze én ezt már előbb is tudtam, mikor a filmet bemutattuk, és hát ütöttek, vertek minket, hogy ott a sajtótájékoztatón is az Urányi a Nemzeti Filmszínházban, hogy hát miért kaptunk hideget, meleget, mert ha valaki megnézi a filmet, akkor világosan kiderül, hogy itt gyilkosság van. Két titkos rendőr érkezett oda. Hogy bolond volt-e? A bemutatón Sorbonne Egyetemről egy tanári csapat eljött. A Hídember premierjén jegyet vettek, vagy igényeltek, nem tudom, valami tisztetet, egy sorba ott ültek, és ott voltak a sajtótájékoztatón is. Ott ültek, 60-70 nagyon dekoratív hölgy fölállt, kérte, hogy fordítsák, francia beszél természetesen, és mondta, hogy nem érti, hogy itt miért bántják ezt a filmet. Ők azért jöttek el, hogy megnézzék a döblingi részt. És azt mondta, hogy annyira jó a döblingi rész, most többi nem akarják minősíteni, mert nekik ez volt a feladatuk, hogy eljöjjenek megnézni a döblingi részt, és azt mondták, innentől kezdve a döblingi rész az a Sorbonne Egyetem pszichológiai tanszakján tananyag. Mert gratulálunk a művészeknek, valóban Széchenyi nem volt bolond, hanem ideg összeroppanása volt. Ha bolond lett volna, nem tudott volna rendbe jönni. Egy ember volt, aki, hát hogy mondjam, ezt felfogta, de aztán, mikor én ezt elolvastam, dr. Kacsányi Géza gróf Széchenyi István meggyilkoltatása. Én ezt elolvastam, és akkor bementem a Tudományos Akadémia levéltárára, látva, és kértem, hogy,
hogy ennek megvan-e az eredeti. És mondták, hogy meg. Sőt, azt mondták a tudós hölgyek, akik ott parentáltak, hogy ők még tudnak 7-8 kéziratot mutatni. Széchenyi nem volt öngyilkos, és nem is volt bolond. A bolond az az ember, aki egyedül megbuktatja a Bach rendszert a Blick című, Sárga könyv című írásával. Egy könyvvel buktatta meg. Örjöngött a császár, mikor rájött, hogy nyugati fejlett országokból minden újságot járatott, minden könyvet járatott, híres sakkozók jártak hozzá Dublinbe, mindenkit megvert. Egyetlen egy partiát nem nyert meg, nagy sütörtökön, halál előtti harmadik nappal, akkor szimultánt játszott, és mindegyikben győzedelmen állt, és a Taschner nevű titkárával is játszott, és győzelemre állt. De korainak tartotta befejezni a partit, és megcserélte. Maga ellen játszott. És azt nem tudta befejezni éjfélig azt a partit, hogy megnyerje Taschner helyett. És éjfélkor kongott az óra, és éjfélkor levette a királynőit. Ez ott az egyetlen alkalom, hogy sok jelenc, mert elvesztett volna. Konzsénál is akkor volt. Na most, ezt nagyon érdemes tudomásul venni, hogy ő saját maga kérte, hogy vigyék be Dublinbe, az akkori legmodernebb idegszanatóriumban. El is mentem persze Dublinbe, megnéztem mindent, hogy miként. Az első emelet 5 szobáját bérelte, bármikor felmutatta volna. A kormányból egyetlen egy ember látogatta meg, ezt sem nagyon tanítják, Deák Ferenc, jó barátságban voltak. Ugye a 40. születésnapján itt Nagyszenken nagyon nemes csapat jött össze, ötvöstől egészen Batthyányig, szóval komoly csapat jött össze, hogy 40. születésnapját megvigyék. Deákkal különösen jó viszonyban volt. Hát Deáknak kehidán tönkre mennek a birtokai, és fölkelesi Dublinben Széchenyben. Mennyire lehetett bolond Széchenyi? Egy bolond embert fölkeresni? Fölkereste Széchenyit, és azt mondta, Pista, ide figyelj, tönkre mentek a kehidai birtokai, mit csináljon? És akkor azt a tanácsot adja Rossz Széchenyi István, hogy Felkó, én fölvásárolom a te birtokodat, hogy nem menjél tönkre, és ne kerüljön más kezébe, egy feltétellel. Ha te hazamész innen, és úgy gazdálkodsz otthon, ahogy én mondom, a sajátodon, de az persze papíron az enyém lesz, addig, amíg te össze nem szeded magam. Másfél vagy 2 év alatt rendbe jött, és visszakapta kamatok nélkül a birtokát. Deák Ferenc. Hát a hazabölcse, az meg kell értenünk, a hazabölcse miért csinálja 67-ben, Széchenyi halál után 7 évvel a kiegyezést? Széchenyi már 48-ban szerette volna a kiegyezést, de leszavazták. Teljesen egymagára maradt a kormányban. Tehát Batthyány, a barátai, ötvös, de hát mind ellene szavazott, és mind Kossuth mellé állt. Az a híres mondata bent van egyébként, akkor kapta az első idegösszeroppanást egyébként, amikor leszavazták. Akkor hazament, és azt mondta a feleségének, bent van a naplóban, érdemes utána olvasni, azt mondta a feleségének, hogy Cressence, előtte ugye az Icsi országgyűlési elnök felesége volt, és azt mondta a feleségének, hogy öljük meg magunkat. Ez volt az első, hogy az öngyilkosságról beszélt volna. És azt mondta neki a felesége, ezért nem mindegy, hogy az embernek milyen stram, vagy kevésbé stram a felesége, azt mondta Seilers Cressence, hogy
Gróf Széchenyi István, nem tudtam, hogy a férje milyen gyáva. És nem lesz öngyilkos Széchenyi. Ugyanis annyira bántotta, hogy nem értik meg a kormányban, 48. májusában van, annyira bántotta, hogy hazament, és ekkor írja le a naplóba először, hogy öngyilkos akar lenni. Egyébként majdnem 400-szor írta le. Ugye az arisztokráciának nagyon nagy kísértés volt mindig az öngyilkosság, mert azt mondja az arisztokrata, hogy hát ha csinálok egy bajt, vagy valami történik, akkor én levonom a konzekvenciát az öngyilkossággal, ugye fölvágom az erejemet, fejbe lövöm magam, vagy megmérgezem magam, de a birtokok nem esnek szét, és a család éppen marad. De hát ez nem egy keresztény gondolkodás. Hát Széchenyi, mikor ezt mondja neki a felesége, Cressence, hogy Gróf Széchenyi István, nem tudtam, hogy a férje milyen gyáva, akkor egész éjjel nem tud aludni Széchenyi. Hajnalban, ott, ahol a Krisztina városban, ott volt az a pap, aki gyóntatta őket, a családnak a gyóntatója, és ott volt az esküvőjük is, a Krisztina városi templomban, a Havasboldogasszony templomban. Már hajnalban, nem tudom hány órakor, ott köröz a templom körül, várja a papot, hogy mikor jön a reggeli, hajnali vagy reggeli misére, gyont áldozott. No, nem volt bolond. Ha bolond lett volna, nem tudta volna megbuktatni a Bach-rendszer. Majdnem másfél évig, mikor bement Döblingbe, meg se szólalt. És úgy, ahogy a filmben látták, a felesége is látogatta, mások is látogatták, és akkor szólalt meg, amikor a felesége azt mondta, hogy Gróf Széchenyi István, nem szégyelled magadat. Így sajnáltatod magadat. Másfél éve nem szólalsz meg. Nem jövök hozzá többet, amíg nem küldesz érted. Gróf Széchenyi István, a fiaid, a nemzeted rád vár. Ébredj fel! Ha látták a filmet, akkor ott megmozdul a szeme Széchenyinek, utána néz a feleségének. Direkt kértem a Gézát, a Bereményt, hogy ezt feltétlenül mutassa meg, és utána Cressence persze visszajön, és megszólal, és onnantól egy virulens élete lesz. Nézzük az öngyilkosságát. Római Katolikus Egyház 1860. április 8-án ekkor temetik el, nem temetett, egyházi szertartással temetőn belül öngyilkosokat. A császár pedig elrendelte, hogy egyházi szertartással nagyon rövid időn belül Széchenyi temessék el. Kutattam, nagyon komoly bencés tanárokkal, történészekkel, se Vatikánban, se Sopronban, se Győrbe, se Bécsben, se Esztergomban nincsen kérvény. Ugyanis a papnak kérvényezni kellett volna a pápától, hogy eltemesse. De nem történt meg. És mégis eltemeti. És jól lehet, sokakat félrevezet ez a mondat, Kapuváron van egy bejegyzés a levéltárban, az akkori, most nem tudom a nevét sajnos, Nagyszentki Öspörös, az azt írta be, hogy egyházi szertartással eltemette. De szerinte is öngyilkos volt. Képzeljék el, hogy milyen lehetett a Bach korszak, hogy az az Arany János, aki ott hagyja az akadémia elnöki pozícióját, megírja a nagy verset, amúgy nagy vers és gyönyörű vers, én soha nem mondanám, nem tudnak rátenni, hogy Széchenyi a hazáért öngyilkos lett. Én ezt nem mondom.
ezt a versét. Miért? Azért, mert gróf Széchenyi Istvánt megölték. Két titkos rendőr érkezett hozzá éjfélkor, úgy, ahogy a filmben van, és ezt mertük ábrázolni. Jól lehet, hogy a film nem úgy mutatja, hogy szájbarágos, de aki odafigyel, az megérti. Kérem szépen, a titkos rendőri anyagot is olvastam, magyarra fordítva. Az eredetit nem tudtam elolvasni, egy az, hogy nem tudok németül, másik az, hogy eltűnt, mert a második világháborúban a titkos rendőrség levéltárát bombatalálat érte. Tehát az osztrákok is ide járnak a Magyar Tudományos Akadémiára kutatni bizonyos dolgokat, mert a magyar történészek lemásolták, és itt megtalálható a Tudományos Akadémia levéltárában, ami egyébként egy fele ekkora terem, ahol fantasztikus dolgok vannak, és oda csak köztársasági elnök engedéllyel szabad belépni, de azt mondták a levéltárosok, hogy ide sok ember járt már felkészülni, színész ritkán, de ide még rendező se szokott ilyen minőségben felkészülni, mint maga. Mi meg vagyunk hatva attól, hogy maga hogy készül fel erre a szerepre. Mi most lemegyünk a büfébe, kívülről bezárjuk az ajtót. Ott van egy kicsike ajtó, az egy páncél szoba. Oda maga bemegy, ott talál egy posztamensen egy könyvet, azt a kezébe veszi, mi 3 perc múlva visszajövünk. És az a posztamens ott volt, és azon volt Széchenyi eredeti naplója. Ott volt kinyitva, ugyanis 2,5 év után azt mondtam, tudom, hogy kit kell eljátszanom. Széchenyi 1859. december 1-én a következőt írja be a naplóba. Zaj cikke remek. Zaj az egy olyan közé, vagy olyan jobboldali, vagy mondanám így, hogy igen, jobboldali újságíró volt, mint mondjuk a Boros Imre, vagy akit akarnak maguk, döntsék el. Egy közismert jobboldali újságíró, hogy mindent járatott Széchenyi, mindent olvasott. Kristály tisztában volt. Tehát az angol napilapok, a római, a párizsi, mindent járatott Döblinben. Mindent. Kristály tisztában volt mindennel. És az aznapi újságban azt olvasta, hogy zaj cikke remek, kár, jobban szeretjük Magyarországot Istennél, üdvösségünknél is. Tehát Széchenyi István remeknek tartotta a Zaj közírónak az okfejtését, a konklúzióját, nem tartotta jónak. Ugyanis, még egyszer mondom, Zaj cikke remek, kár, jobban szeretjük Magyarországot Istennél, üdvösségünknél is. Tehát Széchenyi István, aki mi mindent adott a hazának, ha van rá, mondjuk majd erre rákérdezhetnek is, sok mindenre tudok válaszolni, az nem tartotta fontosabbnak a hazáját, mint az Istent és a saját üdvösségét. És akkor tudtam, hogy ki kell eljátszani egy vértanú szentet. A csanádi püspök járt hozzá gyontatni áldoztat. Ezt se tanítják. Titokban járt, persze a titkos rendőrség tudott. De a kormányból egyetlen egy ember látogatta meg Döblinben. Igaz, hogy nagyon sokan mások is. Tehát Széchenyi Istvánnak 3 hónappal a halála előtt olyan erős volt az identitása, hogy képtelen volt öngyilkos lenni. Sőt, 1860. március 3-án a titkos rendőrség Döblinbe kivonult, Metternich rájön, hogy innen 20 kilométerre Pécstől, akkor annyi volt Döblin, most már külváros, innen írja valaki ezeket a Blikket, a Sára könyvet, kiszállnak, és mindent elkoboztak tőle.
Széchenyi István tudta, hogy jönnek. És minden komoly dolgot eltüntetett. És megtiltotta a családjának, hogy látogassák, kivéve a feleségének. Széchenyinek helyes volt az identitása, mert a helyes identitás így van. Isten, család, haza, egység, hogy eljussunk az örök életre. Ebből négy betegség van, az Isten a második helyre kerül, azt úgy hívjuk, hogy majom szeretet vagy humanizmus. Hány család megy tönkre, azon megszületik a gyerek és a férj vagy a feleség lesz második, mert az Isten a gyerek. Pedig az Isten nem. A gyereket nem szabad imádni, csak az Isten. Tiltó szeretet és szeretet. Az a pedagógia része. A pedagógusnak tudni kell a megkülönböztetés karizmájával bírni. Különben nem tud tanítani. Amikor a haza is előbbre kerül, azt úgy hívják, hogy nacionalizmus. Jézus pártus magyar herceg. Már Jobbik erre épül. Ilyen neobarbár keresztény blöf. De ez is, nézzék meg, hogy milyen így a kezem, hogy Isten, haza a család. Hogy tetszettek értenem? Az Isten adott, azt hazavisszük a családnak. De így is működtek. Silingért, dollárért, márkáért eladni anélt az apja, ükapja, Donkanyarnál, Isonzónál vérét adta, mondom én itt a Hűség városában. Ez is nacionalizmus. És amikor az egység is előbbre kerül, azt úgy hívják, hogy internacionalizmus. Ezért volt soknak könnyű átállni pirosból képben, vagy csak nemzeti tarkában. És amikor minden előbbre kerül, mint az Isten, azt meg úgy hívják, hogy globalizmus, nihilizmus, relativizmus. A relativizmus a legszörnyűbb izmus a világon. Az utolsó pápaink azt mondják, hogy a relativizmus már a lelkekben eszi meg az embert, szívében. Ugyanis azt hirdeti, és a reklám többsége is erről szól, meg a műsoroknak a nagy része, hogy mindenkinek igaza van. Ezt hívják úgy, hogy káosz. Akkor nem ő az út, az igazság és az élet. És akkor az igazság nem tesz szabaddá, hanem rabbá. Ha mindenkinek egy saját külön entitása van és külön igazság, akkor milyen forgalmi rend szerint haladunk? Hegedűs Géza bácsi a Színiszti Főiskolának, ahol felvettek minket, talán így kellene kezdeni minden iskolában. Lehet, hogy itt a Széchenyiben, vagy otthon a szüleimnél, ezt így kaptam, csak annyit mondták, hogy nem értettem, vagy nem akartam érteni, mert majd én. Azt mondta Géza bácsi, amikor felvettek minket, hogy kell racsot. Kell, mit alkalmasít mindenki színész, ezt kell alkalmasít. Ezt minden magyar színész hallotta, amíg a Hegedűs Géza bácsi tanított ezt. Alkalmasít mindenki színész, alkalmasít kiváló, mester, színész, szakemberek lesznek. Kell művész, azaz hivatását teljesítő mesterszaki, mert a mesterszaki még nem művész. Művész, Arisztotelesz azt mondja, ha a cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor a cselekvés nem művészet. Azaz nem igaz, hanem csak profán, valós. A valóság nem biztos, hogy igazság. Tehát művész csak az lesz önök közül, hivatását teljesítő mester szakember, aki két könyvet elolvas, az egyik a Biblia, a másik Arisztotelész politikája. A szívre Biblia, agyra Arisztotelész politikája. Morál és bölcselet. Fidesz et ráció. Ez a kultúra, ez a harmónia, jobb esetben ez a katolikus. Mert ez szétszakad, akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket, vagy a hiszékenyek barmolják az agyasokat. Ne tartozunk közéjük, az nem művészet. Az csak haszonszerzés, ilyen-olyan ideológiával. Most Széchenyi nagy hóhányó volt, de a megtérése után erre az útra lépett rá, és az volt a meglátás, hogy mindent
akart ezeken, csak jót akart csinálni, csak jót. De mivel ilyen szangvinikus alkat volt, ilyen lobbanékony, ezért lett a ideg összeropálása, mert egyszerűen nem értette, hogy mások nem értik. No, rossz kérdés, nincs a potor válasz, de én igyekszem. Tegyenek föl kérdéseket, ha van. Jött eszembe, miért építette a hidat? Mert akkor őrnagy volt, huszár őrnagy volt Debrecenben, és kapott egy értesítést, hogy az édesapja Madszenken meghalt. Ugye édesapja, amikor kilépett a szabadmességből, akkor ott hagyta a bécsi udvar, és hazajött, és csak a családdal törődött, és a birtokokkal, és hogy a gyerekek minél inkább olyanabbak legyenek. Megkapta, és eltávozást kért, lóra ült, lóvágtával elindult. Hogy azt nem néztem meg, hogy cserélte útközben, nyilván, de odaért, ahol most a Lánchíd van. Ott mindig volt egy ponton híd. Addig nem volt Magyarországon a Dunán kőhíd. Ott volt egy ponton híd, de a jégzajlás elvitte. És ha Bécsnek kerülve megy haza, addig az apját eltemetik. És el is temették, nem ért haza az édesapja temetésére, és akkor fogadalmat tett, hogy még egyszer ilyen szamárság miatt, hogy egy jégzajlás elviszi a ugye ott Pest és Buda között, ugye a Lánchíd miatt lett először Pest-Buda, aztán lett Budapest, az első kőhíd összeköttető az ott volt, ahol most a Lánchíd van. És fogadalmat tett, hogy még egy ilyen szamárság miatt egy magyar gyerek ne késjen el az apja temetéséről, mert éppen máshol van az ország valamelyik rész, és nem tud odaérni a temetésre. Legyen egy kőhíd. Ezért lett a Lánchíd, amire először hajnom ment át. És ezért kapott ideg összeroppanást. És közben kezébe adták, hogy Batthyányit megkivégezték. És a kivégzésre mentek át. Nem akárki volt Széchenyi István. Legyünk rá nagyon büszkék. Persze ettől még Kossuthért is kell imádkozni, de Széchenyihez nagyon boldogan és bátran fohászkodjunk, mert meggyőződés is, hogy nagyon jó helyen van, és nagyon tud segíteni. És én roppant büszke vagyok, hogy a Széchenyibe járhattam. Én nagyon büszke vagyok rá, és a tanáraimnak az osztálytársam is van, a kollégistáknak, akikkel együtt voltam. No, van-e kérdés? 6 óra van? Fú. Nekem 7:30-kor főpróbám van. De addig még ráérünk, még öltözés van, meg minden, ez 7 óra lesz, mire elkezdjük a próbát. Ha van valamilyen kérdés, állok elében, rossz kérdés nincs, de potor válasz van, de igyekszem. Tessék, parancsolj! Nem tudom, menj hát előnek hívnak. Kár azt mondom, személyesen is ismerjük egymást. És ő ugye értem erre a előadásra, és ez a mai világban aztán nagyon nem találják a helyeket az emberek. És ha most kicsit illetve kerülteni Széchenyit, akkor mit tanácsolna, vagy mit tenne a napjainkban, hogy ez az ország vagy megtalálja a helyét, hogy ez a, erre a fogalomra, hogy kirekesztés, ezt tudnál számítani a társadalmi életünkről, vagy pedig ez az őkétesét meghaladná, vagy ez már egy feloldhatatlan szellemük az országban. Nem tudom, érted a kérdést. Abszolút. Mert azért vegytisztább világ volt az a 48-40. Nem volt vegytisztább, sajnos. Hát én azért azt mondom, hogy például a történet mindig, hogy összesek így ezt is szokták mondani. A francia forradalomat ezzel már nagyon nagy baj. De mi voltunk a hátás, és kell, hogy a Kossuthot voltál, mert most egy hallgatlak téged, degradálod, nem tudtam, őrmester szintre vagy hasonló. Pedig... Isten őriz! Én szoktam, még ki is megyek hozzá Kerepesi temetőbe, imádkozni. Ez igazi van, de mégis a Széchenyi a ráció meg tényleg mindig a jótat választotta, a
Kossuth, úgy él bennük, mintha az érzelmét fogalmaznak volna, hogy vannak a világnak, és egy nagyon szép romantikus személy, és személyként él az ember ott magyar lelkében. De most arra egy kíváncsi, ebben a... Hogy kerül Pestre Kossuth? Hát most... Hogy elcsapvizta a pénzét Zemplénben hát, a kis... És így lett firkász. Hát most döbbente hallom, hogy te azt mondtad, hogy lelépett a kasszába, vagy hasonló, szóval azért ez... Ez így van. Hát ha ez így van, akkor ez fájdalmas tanulás számára, de most azt mondom, hogy kérdezi tőled, hogy a mai világban is, hogy nagyon aktualizálja, és nem akarok politizálni, és mégis azt mondom, hogy most például... Miért? Politizálni az nem van Budapesten, hogy ebben a világban a Széchenyi mit tudna tenni, vagy milyen irányt mutatna? Ugyanúgy hülyének nézni. Egyre jobban. Egyre jobban, de ebben ez nem... Kérdés vár az ember, mert megoldás vár erre a mai szituáció. Éppen van a... megoldás. Van megoldás 2000 éves. És mindenkinek saját magával kell kezdeni, nem a társadalommal. Magával. Igen. És akkor, ha már az enyém rendben van, ugye magunkért vezekelni kell, másokért engesztelni. Mind a kettő két pillérben áll. Ima és böjt. Az ima böjt nélkül fecsegés. A böjt ima nélkül fogyókúra. De a kettő együtt... Na most ez a mód személyenként, hogy végre az emberiség ne egyéniség legyen, hanem személyiség. De hogy megértsed, ennél sokkal nagyobb a baj, ez a nominalizmussal kezdődött, az én központusággal. Az pedig a, hát az agnosztikusoktól lopvant be. Az volt az első, a reneszánsz máshogy nem lehet megérteni. A diákokat az egyetemen tanítom, és nem értik a reneszánszt, de most már értik. A 10 parancsolat első táblájában vannak az isteni parancsolatok, a második táblán az emberi. De ha a kettőt kicserélem, na az a reneszánsz. Az ember fontosabb lesz, mint az Isten. Ez a humanizmus. Tehát, ha az első hármat tartom be, az a fanatizmus. Dzsihád, vallásháborúk, inkvizíció. Ami most itt van. Imádlak, Uram, a szomszéd hülye. A második táblán vannak az emberi parancsolatok. Én mindenkit úgy szeretek. És milyen ez a humanizmus? És milyen törvény alatt? Hát csak úgy. Hol így? Attól tudja, divat. Mi a menet? Na most a tanár urat megkérdezték, a názáreti tanárat, azt is bolondan nézték. Az akkori farizeusok úgy hívják őket, hogy írástudók, tudták, csak nem hitték. Én nem vagyok értelmiségi, remélem nem is látszik rajtam. Isten őrző értelmiségi. Humanista se vagyok. Nem, azt se vagyok. Nem, szeretnék harmonikus lenni, de nagyon. Na most megkérdezni, mondd már, melyik a parancs a legfontosabb. És akkor összefoglal az első táblát. Szeresd uradat Istenedet, csak őt imád. Már szeresd fele barátodat, mint te magadat. És összefoglalja a második táblát. A bőzsd a kettő közül melyik? Különben nincs kvízműsor, showműsor, hogyan legyen milliómos. Bingo! És akkor azt mondja, hát a kettő együtt, de az első az első. Tehát az Isten teremtette az ember, nem pedig az ember az Isten. Hát hány aranybornyú takar? Most ez a szivárványbornyú. De ennél még rosszabb is van, ez a körbornyú, ez a nihil meg relativizmus bornyú, független. Én függetlenre sajnálom. Hát ő nem tud, hogy kicsoda. Akkor én milyen értékrendszerint fogom számon kérni, hogyha megy valami a közösségért dolgozni? Meg hogy a reneszánszban a két tábla helyet se lő. A felvilágosodással, francia forradalommal kidobták az Istent. Már második tábla se lőtt. Csak maradt a humán. A negyediktől a tízig. Most meg más nincs. Apádat, mi az első? Apádat, anyádat tisztelj. Na de hát az... Nincs ilyen, hogy apa meg anya meg férfi nem érti. Hogy van a humán parancsolatok első jelző? Az hogy van? Meg ne ő. Hát amelyik országnak a törvényében nincs benne az, hogy törvény előre emelni a gyilkosságot, abortusz, eutanázmus. Tudom, normális. Hát nekünk legalább egyedül Európában végre keresztény alaptörvény. Az egyetlen Európában. Hát ezért kapunk ennyit. Hát igen. Ezért kapunk ennyit. Évek óta figyelmet kísérem, hát te az
a pályafutásodat meg legyőztek filmek, meg egyebek, csak valahogy a mai világban, és nem akarok politizálni, de mégis érdekes, hogy ez a kirekesztés a társadalmon belül. Ki kirekesztett? Hogy mondjam, hogy van 2 millió magyar, és most aki, és bocsáss meg nekem ezt a kérdést, ez a keresztény konzervatív világban. Most aki nem ezt az értékrendet vallja, akkor az szerinted magyar, vagy az a mi a teendő, vagy az... Én egyelőre fordítva érzem, hogy engem rekesztenek ki. Ezzel a keresztény konzervatív magatartással jelen pillanatban nem léphetek be az ország 80 színházába legalább, vagy 80%-a a színházba. Nem fogadnak el. Mert és a másik oldal pedig... Ha már kirekeztél. És a másik oldal beengedni a másikat? Hogy válaszolja. De várjál, figyelj, hát nézd meg az Európai Parlament. Hát nem, mint, nem normális ott volna. Magyarországon maradjuk, és jó egy kávé mellett beszélni veled, de nekem pedig itt van Cserhalmi György. Miért? És mi a baj a Györgyvel? Aztán nem kapott nyilván diplomát talán, nem? De kapott, se nem vette át. Mert miért nem vette át? Mert beteg volt. Meg nem értesítették ki, mert Rákos úgyse jön be. Miért nem értesítették ki? De miért? Válaszolja, mert szeretnék válaszolni. Vagy... Nem értesítettem ki. Mi megszoktuk egymást ölelni, bár nagyon más véleményem van. Nem mutatok, hogy jöttem fel, és akkor volt az alap és felépítmény. És tökében azt szokták mondani, hogy a művészet az pártos dolog. Most például a mai művészvilágban, a filmszínházban, vagy a művészvilágban van élvezek elsőbséget bizonyos felfogású művészek, vagy elkötelezettségű művészek. Most például színházi igazatok van, és most nagyon elmentem a részletekbe, de például... Olyanokat sokat mondasz, konkrétan, egy konkrétat mondjál. Ha állandóan ilyen halomban nézed a feladatokat, akkor nem találod meg a sajátodét. Én úgy gondolom, hogy ebben az országon 10 millió emberből lehet, hogy 6 millió nagyon rosszul érzi magát. És te egyébként azért merek most erről beszélni, mert azért nagyon benne vagy a közéletben, és nagyon sarkosan megfogalmazza a véleményedet. És ez a nagyon jó dolog, hogy az ember nem a város szélén halsod be az igazságot, hanem akkor meri elmondani, ott és akkor, amikor el kell mondani. Az is belőle baj. De nem baj. Ez eljár. És ha én azt mondom, hogy te például keresztény vagy, akkor tulajdonképpen nem azt a 2 milliós keresztény serget kéne erősíteni, hanem azok elé menni, azoknak a kezét megfogni, vagy azokkal beszélgetni, akik esetleg talán eltévedtek, vagy más irányba mennek. De látod, hogy teszem? Ennyien kíváncsiak voltak már. Nem, mert mindenkihez nem mehetek oda. De a te felelősséged óriás egyébként. Tudom. És akkor most még egy személyes kérdés, amikor a Színművészet Egyetemnél volt ez a, igen, ez a csata, vagy játszma. Akkor erről mi a véleményed például? Bár elmondtam, mert több helyen elmondtam. Nem a Széchenytől elő, de mi a véleményed? Több helyen elmondtam, már nem, ezt olvasd el, több helyen elmondtam, nem ért. Rendet kellett volna csinálni, nem így. Színművészeti Főiskolában egy érzékenyítő tanszék, azt meg kellett volna szüntetni, és a helyére egy létre kellett volna hozni művelődési tanszéket. Nagyon jó, mert volt, és most nincs. Érzékenyítő tanszék. Mi szükség van az ELTE-n, a Színművészeti Főiskolán érzékenyítő tanszékre? Mi szükség van? És abból a pénzből, nemzet pénzéből alapítványba ment, és a süsüt fizették ki, hogy köpködi az országot, Franciaországot. Rendet kellett csinálni? Nem így. Egyetértek, én meg is mondtam az Attilának, így nem. Így nem lehet rendet csinálni, berúgom az ajtót. Én vagyok a főnök, mindenki maradjon a helyet. Ez nem nagyon becsülön, hogy meg lehet fogalmazni a véleményedet. Hát, meg is mondtam. A bajom is van belőle. De hát ezt tőlem még megmondom. Akkor kívánom neked, hogy legyen elég erős az, legyél mindig elég erős az igazadhoz. Köszönöm. Nem a sajátomhoz, nem annyira. Egy az igazsághoz, mert az illetve sok ember azt nem tapasztal, azért még nem, hogy elég erős az igazadhoz, akkor ez egy kegyetlen konklúzió. Ide figyelj, akkor kell a saját igazamat képviselni erősen, ha az egyetemes igazsággal harmonizál. Ha azzal nem harmonizál, akkor az én igazságom nem ér semmi. Elnézést, hogy kiterjedj a különös. Az én igazságom semmi.
többi kérdés inkább akkor az egyébként. No, van-e még kérdés? Tessék, parancsolj! Szó használatok, de nem értek egyet. Igen. A bolond szóval. Egyet értem. Vannak pszichiátriai betegek, akiknek méltóságuk van. Igen. Nem bolondok. A bolondok kint rohangálnak, igen, tüntetnek meg. Ez az egyik. Igazad van. Ne használd őket. Igazad van. A másik, olvasva a önéletírását Széchenynek, már fiatal korában voltak öngyilkosság gondolatai. 394-szer írja le. Elégtelenségi érzései, igen, önértékelési, igen, zavarai. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, de szangvinikusként jelveztek, hogy hipomán ember volt. A hipomán egy pozitív figura, mert hiperaktív, millió ötlete van, amit nagyrészt végig is csinál, és próbálja magával vinni a saját környezetét, emiatt viszont gyakran ütközik a környezetével. Ezzel egyetértek. És akkor ezt visszafordítjuk, és akkor ez egy ciklotűn ember volt. Voltak hipomán szakaszai, amikor csoda dolgokat csinált, és voltak depresszív szakaszai, amikor kudarcot vallott. Hát igen. Most a ciklotűn ember, bipoláris ember a szellemi képességeit nem veszíti el. Ha egy-egy szakaszból kijön, akkor ugyanolyan értékes alkotó ember, mint bármelyikünk. Igen. Magunkkal azt hiszük legalább is. Igen. Tehát azt, amit mondasz, hogy ő milliót olvasott, sakkozott, sose kapott ki, lezajlott az a depresszív szakasz, igen, ami miatt Döblinben akart menni, vagy akarták vinni. Saját magát vitett. Utána szakasz nélküli, epizód nélküli, egészséges lelkületű ember volt. Abszolút. Aki akkor is alkotott, mert írt, igen, nem is akármiket írt, nem csak a fiatal korában. Ez igazad van, teljesen igazad van, hogy a bolond szó az diszkriminatív. Senkinek bent van a Bibliában, senki nem mondjatok bolondnak. Igen, de ez egy közgondolkodásban, hogy a Széchen legnagyobb magyar bolond és öngyilkos. Tehát én így fogalmaztam, tehát én magam sem fogalmazok valakiről, hogy bolond vagy. Hogyha valakinél hallom, hogy valakit lebolondoz, akkor mindig mondom, hogy várjál már, jó? Az nem ugyan. Tudod, te mit beszélsz? Tehát egyetértek. Disztingválni kell a nyelvi kifejezésekben. Úgy van. Hát ezért jöttek el a Sorbonne-ról megnézni a döblingi részt. És mondták, hogy innen ezt tanulni, hogy az idegösszeroppánásos ember az ilyen tudott. Nálunk tanulják ezt. Tehát ők ezt komolyan vették, és eljöttek egy tanári csapat. 6-an, 7-en, 8-an, nem számoltam össze. Ott ültek. Meg is lepődtem, hogy emiatt eljönnek. Komolyan vették. Igen. Azért szangvinikus volt nagyon-nagyon. Tehát egyszer akart igazán öngyilkos lenni. És meg is próbáltam, bent van a filmben. Amikor a bátyjának a feleségével hát megcsalta, és nem vette el, és nem lehetett válni katolikusok. És ebbe belehal, mindegy, hogy Caroline vagy Karolinnak hívjuk, belehal, ott van eltemetve, ő is együtt vannak eltemetve az egész csapat, az egész család. És akkor ő kereste, rádöbbent az ő hihetetlen képességeire. Ugye a képesség jó kifejtése a tehetség, a képesség nem kifejtése a tehetségtelen, a képesség öntörvényű kifejtése az meg a gonoszság. És ő rájött, hogy egy rossz úton jár. Tehát a Lipcsei csatában, a győzelemben, az ő bátorságon, nem tudom, ezt leforgattuk volna, de az rengeteg pénzbe került volna. Ugye a császári seregek, olyan volt a szélirány, most nem akarom részletesebben, olyan volt a szélirány, kürt jeleket nem lehetett úgy hallani. És Schwarzenberg azt mondta, ki az, aki átviszi a hírt a svéd haveroknak. És akkor kiállt egy pár hadnagy, de ki volt az első? Széchenyi. És átvágtatott a vonalon, leadta a jelzést, és azt mondták a svédek,
Bravo, hadnagyok! Választ magának egy századot. Nem kérem, az én századom ott van, és visszalovakom, és nem találták el. Ettől olyan híres lett, hogy Bécsben is grófnők, hercegnők a lába előtt hevertek. Annyi nője volt, olyan sztár, olyan celeb lett. Volt olyan asszony, akiért Milánóig lovagolt. Na most ebből kell, ha nem hal bele a sógornője ebbe a nő bolondságába, akkor nem jön rendben. Akkor elment Antáliába keresni a kereszténységet, akkor elment Egyiptom, az ókor, tehát akkor elment Görögországba a Platont és Arisztotelészt és többiet, hogy szétesett a feje. És akkor legutoljára elment Nápoly mellé, és ott meg a kereszténységet, a középkori kereszténységet kutatta, hogy találjon egy támpontot. És nem talált. És úgy, ahogy a filmben van, akkor öngyilkos akart lenni. Letette a ruháját, az édesapja írása bent volt a zsebében. Ugye Magyarországnak három pedagógiai csúcsa van. Szent István intelmei Imre fiához, Gróf Széchenyi Ferenc intelmei István fiához, és Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához. Hogy tudják, hogy hol lett öngyilkos, letette a parton, hiszen ott vett ki szobát, letette a parton a ruháját, és úszott befelé, de úgy, hogy már ne maradjon ereje visszaúszni. És nem tudni, hogy olvassák el a naplóját, nem tudni, hogy egyszer csak a parton volt. Elájult és kidobta a víz, hogy az őrző angyal, a védősze, kint volt a parton. És akkor odamászott a ruhájához, persze a filmben közelebb volt, de ott már messze volt, megkereste a ruháját, és elolvasta az édesapjának az intelmét, és fölfogta. És akkor keresett egy papot Nápoly mellett, Jont, áldozott, és onnantól más ember lett. És végre talált egy múzsát. Addig mindig démonai voltak, minden nő démon volt neki. És akkor talált egy múzsát, Cressonzt. De hát Zicsinek éppen Sinkó Laci játszott a remek Isten nyugosztalja. Már 8 gyereke volt Cressonznak. És mindenki tudta, hogy nagy látens szerelem van közöttük. És úgy, ahogy a filmben van, megvárták, hogy meghal. Addig nem volt közöttük semmi. De Széchenyi, ezért mondom, hogy szangvinikus volt, hogy aznap meg akarta kérni a kezét. Széchenyi aznap meg akarta kérni Cressonz kezét, ahogy a férje meghalt. Ott, ahogy a filmben is látszik. És takaradjon ki innen, menjen innen, rossz Széchenyi, menjen innen! Elmegy, utána kivárnak egy évet, és rátesznek még egy felet, hogy ne legyen. Nagyszerű nő volt Cressonz. Ő volt az őrző angyal. Egy gyönyörű ima van hozzá a feleségéhez. Te angyalom, te nem vagy mellettem. És otthon mindegy, ő Pesten lakott, Cressonz meg a várva. És az utolsó ilyen ladikkal, mert akkor nem hajók jártak, ladikkal átment Budára. És már nem volt vissza ladik. És másfél év után bement, és megkérte Cressonz kezét. És azt mondta, hogy meghatóban lenne elfogadni. És holnap akkor eljegyzés. Azt mondta, akkor grófnő, és hol alszunk? Azt mondta, én az ágyamban, maga meg ott a fogadóban szemben, már tudtam, hogy milyen maga, kivette magának ott a hattyúba egy. Szóval nem akármi, olyan gyönyörű, olyan, milyen ember volt. Szóval a küzdeni magával, rettenetesen szeretett enni is, akkor még nem volt ilyen a fogászatán, problémák voltak a fogaival, meg a gyomrával, nem volt ilyen még a fogászat, óriási fazon volt. Tehát ez is benn van a filmben. Szóval egy szangvinikus volt, nagyon szangvinikus, és köszönöm ezt a szakmai elemzésedet, ez így van, ez biztos, én ezt nem tudtam volna így elmondani, de ott
a Sorbonne Egyetemről azok olyan mindenki, vége is lett a sajtónak, tájékoztatónak, Sorbonne Egyetemről, itt vannak a pszichológus tanszakról. Abba maradt, addig ütötték a filmet, hogy miért kell ilyen film, miért? Na, menjünk, ugye? Nagyon szépen köszönöm a türelmüket! Nagyon jó, köszönöm szépen! Köszönöm! Nagyon szépen, köszönöm! Kedves vendégeink, köszönjük szépen, de a művészkodára előtte... Muszáj sietem! Így van! Csókolom! Köszönöm.